Az építészeti felügyelőség végzésével pénteken ideiglenesen bezárták a nagybecskereki Tósa Jovanovics Népszínház nagy termét. Leszakadt ugyanis a színpad fölötti díszítés egy darabja. Csak a szerencsém múlott, hogy nem sérült meg senki. Egy órával később ugyanis előadást terveztek a teremben. Svakom ovom gradu, ne samo pozorištu, naravno pozorištu na prvom mestu, stalo je da se velika scena što pre otvori i vrati u funkciju. Kažem, imamo razumevanje svih nadležnih stručnih organa koji sada procenjuju ono što su videli kada su izašli na teren, tako da očekujemo da ćemo vrlo skoro imati korake koje treba preduzeti i naravno imati finansijska sredstva da to saniramo i da što pre, kažem, vratimo veliku salu u upotrebu, jer ne koristimo samo mi iz pozorišta. A színháznak döntő szerepe van a legnagyobb bánáti város művelődési életében. Itt dolgozik a Madách Amatőr Színház is, amelynek a munkáját is befolyásolják a történtek. Nem tervezhetünk semmit. A nagy színpad, amit megterveztünk, hát azt le kellett mondanunk. Na, annyiból vagyunk előnyben, hogy nem volt olyan már bejelentett esemény, de hát terveink voltak, ezeket le kellett mondanunk. A munka nem áll meg, ugyanis a kamaraszínpadon játszódó előadásainkat tovább láthatja a közönség, és ugye a tájolásainkkal is továbbra is utazunk Vajdaság szerte. A nagybecskereki színház épületén utoljára 1984-ben végeztek komolyabb javításokat. Évekkel ezelőtt elkészült az épület renoválásának terve. Ennek megvalósításához csupán a pénz hiányzott.